Ha hiszik, ha nem, ezek az ebihal méretű élőlények már ekkora korukban is veszélyes ragadozók. Ők csukák, akik annyira védik a saját területüket, hogy egymást is felfalják már ilyen ivadékkorukban is. Éppen ezért kell kellő elővigyázatosság mellett elvégezni a telepítést. A Tolnai Horgász Egyesület tagjai ezúttal közel 10 000 példányt bocsátottak a vízbe, de várhatóan csak a töredékük éli meg a 2-3 éves horgászhatókart. Anyagi megfontolás is áll a háttérben, mert az előnevelt állomány értelemszerűen mind darabszámban, mind pedig fajlagosan kilóra vetítve a lehető legolcsóbb, leggazdaságosabb beszerzés, és ennek a beszerzésnek a komoly megmaradás alatt értem, akár ha a 10%-a megmarad, az már egy bődületesen jó arány. A telepítést a teljes vízfelületen végezték, így nagyobb életteret biztosítva a frissen vízbe került állománynak. A Tolnai Duna jellegénél fogva kiváló a csukák megmaradása szempontjából, hiszen sok olyan területe van, ahol a halak megbújhatnak. A nehézség sokkal inkább a vízmennyiség tekintetében jelentkezik, hiszen az új számítások szerint közel 2 millió köbméter víz hiányzik a holtákból, melynek utánpótlására egyelőre nincs megoldás, hiszen a csapadékmentes időjárás miatt a Sió, a Balaton és a Duna vízállása is rendkívül alacsony.